Sziasztok, én Gábor vagyok, és a mai videóban egy kicsikét új vizekre fogok kevezni. A Planet Zoo-val fogok játszani, ami egy állatkert építős játékocskának tűnik. Egy picit már játszottam vele, van egy kezdő parkocskám, amivel nagyjából tudom is, hogy mit kell csinálni. De most a videó és a csatorna kedvére egy újat fogok építeni, fenntartani. Mégpedig itt a, láttadjátok, itt Afrikában próbálkoztam az elsővel, megpróbálok Európában valamit összehozni, egy működőképes állatkertet fenntartani, összehozni. Á, mindegy, tudjátok, ez a mindenféle hülyeséget, amit szoktak ilyenkor mondani. Na most, Európába szeretném. Hát most az a kérdés, hogy Grassland legyen, vagy Temperature. Temperature, nem, ez tropikál. Legyen Temperature, parkunk neve, vagy a parkunknak a helye. Egy közepes szintet szeretnék elérni, meg is van az állatkertünknek a neve. Itt is láthatjátok, állati nagy állatkertre kereszteltem el a leendő parkunkat. Hát igazság szerint akkor kezdjük is, és vágjunk is bele a dolgokba. Itt is volnánk, ez a kis birtokon lesz majd a leendő állatkertünk. Meg is álltom az időt, mert még túlságosan is belemerülnénk a dolgokba. Annyi lesz itt a lényeg, hogy a kezdő épületeket el fogom helyezni itt a parkban. Illetve a legeslegelső, hát hogy is mondjam, szerencsés állatkákat el fogom helyezni a park, hát itt az bejárathoz közeli részén. Nos, legfontosabb nekünk az, hogy legyen utunk, mert út nélkül nem igazán fogok tudni semmit se kezdeni. Elérni ezt a legutóbb, ezt a betonutat használtam. Lehetne kicsit szélesebb is. Egy kezdésnek egy ilyen... Hát a 7 méter az szerintem bőven elég lesz egy kezdésnek. Ilyen hosszú bevezető útat szeretnék első körben megcsinálni. Ilyen félre első kis zugba be szeretném rakni magát a... Hát, hogy is mondjam, a fenntartó létesítményeket. Ami pedig... Egy... Ezt a kéket fogom használni. Én nyugodtan lehet az 5 méter. Úgyis csak a dolgozó fogják használni. Mondjuk így. Majd pedig... Kell nekünk olyan, hogy... Facilities, azon belül is kell nekünk egy olyan, hogy víz első körben, hát mondjuk ide berakom a vizet, így az elejére. Kell nekünk szél. Kell nekünk egy olyan, hogy Animal Trade Center. Kell nekünk egy Keeper Hat. Egy Research Center. Egy Workshop. Egy ilyen pihenőszoba a dolgozóknak. Illetve így. Oké. Mindenből van gyakorlatilag egy, ami szükséges a partnak, vagy az állatkertnek az alap működéséhez. Mindig van még egy kis pénzünk, ami azt jelenti, hogy
munkásokat szeretnék felvenni. Itt tudom megtenni. Minden munkáshoz szeretnék egyet felvenni. Kezdésnek mindegyikből egy bőven elegendő. Aztán a későbbiekben majd fogom őket, hogy fogok még felvenni emberkéket. Nos, az emberek itt megvannak. El kéne kezdenünk azt helyet kialakítani, ahol a leendő kis állatkánk fog majd élni és élvezni itt a parkot, ami ezen a részen fog megvalósulni. Nos, ide szeretnék egy 6-os utat behozni, mondjuk úgy innen. Picit ilyen ívelten szeretném ezt megvalósítani. Majd itt nem csak egy állatka fog majd élni. Nem. Ha a terveim is megvalósnak, akkor itt legalább 2. Így. Majd 2 nagyobb állatkát szeretnék, és megnézem, hogy mik a lehetőségek. Egyre őket bírom csak hozni, ami azt jelenti, hogy kell nekik egy kerítés, ami, hát ugye ők nem olyan hűre veszett állatkák, úgyhogy megpróbálok majd egy, hát kell nekik a 2 méter, szerintetek? Ezt tudnánk valahogy lentebb csökkenteni? Így. Ide behozom ezt ide középre. Ilyen réges ívelt mozdulatokkal pedig behozom ide teljes mértékben az út mellé. Azt mondi, hogy meg is van. Itt lesz majd a kisátunknak, a kisátainknak a leendő helye. Viszont ahhoz, hogy a látogatókat tudják látni, ezért ezt a szakaszt, valamint ezt a szakaszt én átalakítom, átépítem ilyen üvegesre. Nos, kell egy olyan hely, ahol be tudnak menni a gondozóink. Ezt úgy próbálom itt megoldani, itt szintén lesz egy ilyen kisebb állatnak hely, ami nem mégse igényel akkorát ilyen elnyújtott a hosszan, valamint itt is lesz egy, szóval egy ilyen alakú utat kéne valahogy beépíteni a gondozók számára, hogy ugye körbe tudják járni magát a... De is akartam mondani. Elég lesz egy kisebb és egy 4-es. Ezen még lehet, hogy picit dolgozok. Így. Lehet, hogy itt lesz majd neki a bejárata magának a... Hárja, most akartam mondani, kifutóba, viszont mivel ez eléggé csúnyácska így, ezért egy picikét hozzáigazítom
az úthoz. Így. Így fokkal szebben néz ki. És kell nekik egy bejárat is. Ami itt van. Itt fognak majd bejutni a kifutóba. És mivel már van kifutónk, megvan hozzá szükséges útvonal. Én azt mondom, hogy rendeljük meg, vagy vegyük meg a legelső párocskánkat, ami veszünk egy egy viszonylag fiatal fiút, valamint fiatalabb lányt nem tudok esetlegesen venni, csak levélért bírok, az a baj. Nem baj, mert őt is megveszem. Elindítom az időt, hogy működjön a park, kezdjünk el dolgozni. És elmentek, most meg is jöttek az állatkáink. Nem tudok megnézni, mikor már idősek nagyon. Őt oda tesszük, és őt is oda tesszük. Mert tovább az idő. Nyomok egy ilyen kettes gyorsítást. És ott már hozzák is a kis állatainkat. Oké. Itt is vannak. Szóval viszont nekünk be kéne rendeznünk úgy ezt a kifutót, hogy nekik teljes mértékben megfeleljen. Ami azt jelenti, hogy magas fű nekik túl sok. Azt meg is tudjuk úgy oldani, hogy itt az elején a magas fűt levesszük. Legalább a látogatók is tudják őket jobban látni. Éppen levesszük a magas füvet, valamint ezt úgy szeretném nekik megoldani, mivel ők soilt is igényelnek, hogy azt ide az üvegek elé szeretném így megcsinálni. Így. Így gyakorlatilag maga a környezet struktúrája teljes mértékben megfelel, illetve a kifutónak a nagysága is megfelel. Kérem nekik egy olyan hely, ahol tudnak aludni. Hogyha tudnak aludni, akkor igazság szerint már csak kajájukat kell megoldanunk valamilyen úton, módon. Ami azt jelenti, hogy kell nekik egy shelter, amit a habitatbe fogok megtalálni mindenféleképpen. És nem kell neki olyan veszettül nagy. Ők alap esetben is kis testű élőlények. Szerintem egy ilyen nekik bőven elegendő lesz. Ezt ide fogom nekik berakni. Az, hogy ez a fajta shelter, amit most leraktam, az nem igazán nyerte el a tetszésüket. Ez viszont hatalmas egy probléma a számomra, mivel nagyobb sátert kell nekik ezáltal lerakni. Viszont hogyha már ezt a nagyságot raktam le, ez teljes mértékben megfelel az ő igényeiknek.
Ez egy pozitívum. Még arra lennék kíváncsi, hogy fából, és majd ezekből a növényekből, mit tudnának úgy elviselni, ami nekik teljes mértékben megfelelne. Mert ők afrikaiak. Aha, grassland lenne nekik a legjobb. Hogyha a grasslandből próbálnék esetlegesen fát összerakni, az mennyire lenne, most így ezt megállítom az időt, és az ő kifutójukat próbálnám összerakni teljes mértékben, nem szívezzük be, kíváncsi vagyok rá, hogy ez pontosan hogy néz ki. A nyomkenyérfát nem igazán szeretnék kiderakni, értelme sok nem lenne. Így ilyen kisebb fát lerakok ide a kifutójuk, vagy a kifutójukhoz a helyükre, az alvó helyecskéjükre, valamint ide oldalra. Ezáltal gyakorlatilag majdnem meg is van az a százalék, ami nekik jó lenne. Egy picikét próbálnék még valami bokrosítást is elhelyezni nekik. Egy bokortól még igazság szerint problémájuk nincsen. Ide rakok még egyet. Így. Ilyen pillanatban így néz ki a kifutójuk. Innyi. Még vizet kell nekik raknom, azt mindenféleképpen szeretnék. Ide egy kis tavacskát szeretné nekik összehozni. Ami nem elég. Az a baj, hogy már benne van a víz, nem tudom magát a gödröt mélyíteni. Hogyha esetleg is így próbálkoznék. Az a baj, ilyen viszonylag ilyen síkabb területet kéne nekik összehozni, hogy a víz kellőképpen. Oké. És ezáltal megnézem, hogy itt nekik minden jó. Oké. Vízük az van. Viszont még valamiben enniük is kéne. Szóval, az evést azt én úgy fogom nekik megoldani, hogy egy ilyen különlegesebb, hogy is mondjam, játékszert szeretnék neki odapakolni. Ezáltal ugye a kaja az ilyen különlegesből meg is lesz egyelőre oldva. Valamint egy labdát is rakok be nekik. Még a labda az már kicsit sok, az már nekik nem kell. Evés, ivás. Esetleg egy médium kajádat ide berakok nekik. Akkor az nem jó. Esetleg egy kicsi. Melyiket szeretitek a legjobban? Ezt most addig fogom próbálni, míg ki nem derül. Na mindegy is. Megállítom az időt, ezt adom a picsába, ez nem kell.
Ez sem kell. Ez sem kell. Aha, szóval ők ebből nem bírnak enni. Mindenféleképpen ebből tudnak a leghamarabb majd kajához jutni. És még azt gyors megcsinálom, hogy hirdető, hát ilyen információ kis táblácsokat fogok nekik elhelyezni. Amint nem nekik, hanem a látogatóknak. Rakjás, hogy facilities. És teszek le nekik adott. Kukát. Ide is egy padot. Ide is egy kukát. Valamint ilyen információs, hogy is forgatom? Így mondjuk. És információs panelecskét, amin őket szeretném itt kivetíteni. Valamint erre az oldalra is szeretnék egyet lerakni. Hogy a látogatók többet tudjanak meg ezekről a kis élő lényecskékről. Valamint egy ilyen hangdobozt is szeretnék ide lerakni mellé. Hogy ne csak lássák, hanem hallják is. Lehet, hogy nem pont őt kéne, hanem őt. Igen, ezt még egy picit elrontottam, hogy ez nem az a fajta speaker, nem az a fajta beszélő dobozka, amit én szeretnék. Ő róla. 7-es range-be, 7-es sugárba szeretném, hogy te itten dumálgassál, valamint te is, ő róla. Rémük egy 8-as. Itt is átteszünk egy 8-asra. És hogy teljesen jó lesz. Valamint kéne nekünk egy kajálda részeket is csinálni. De az már sajnos csak a következő részben fog megvalósulni. Ilyen pillanatban az állatparkunkkal így állunk. És most elkezdett az eső. Igazság szerint kezdő dolgokat még nem tudtuk sajnos befejezni, kifutunk az időből. A következő része marad az, hogy a kajálda és ilyen ajándék tárgyas részleget itt megvalósítsuk. És hát akkor mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki végignézte ezt a videót. Tudtok mindent, hogy mit kell csinálni, nem mondok el semmit, ott lesz a videónak a leírásában. És majd találkozunk a következő videóban vagy streamben, ezt még pontosan nem tudom nektek megmondani, hogy mi lesz és hogy mikor lesz. És akkor majd találkozunk legközelebb. Én Gábor voltam. Ja, és ne felejtsétek el, hogy semmi rosszalkodás, csak a jó dolgokat lehet csinálni. Rosszat csak akkor, hogyha nem akkora. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Találkozunk majd a következő tartalomban. Nem tudom pontosan mi lesz. Addig is jók lehetek. Én Gábor voltam. Sziasztok.